Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora március 6-án hétfőn. Tovább fejlesztik a Tisza és mellékfolyóin az árvízvédelmi rendszert annak érdekében, hogy elkerüljék az árvízveszélyt. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk! Fejlődő Tiszalök, elfogadták a Tiszaparti város költségvetését. Zöld határ, illegális útvonalon menekülnek az ukrán férfiak Magyarországra. Árvízvédelem. Csak nem 4 milliárd forintból fejlesztik a partvonalat. Folytatjuk a Vármegye nagyobb településeinek idei költségvetését bemutató és terveit bemutató sorozatunkat. Ma Tiszalök polgármestere Gömze Sándor a vendégünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen polgármester, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, és én is köszönöm, hogy meghívtak. Február 15-én tartotta a képviselőtestület azt az ülését, amelyen a költségvetés is szóba került. Mi lett a vége, elfogadták-e a képviselők, és melyek a legfontosabb számok? Igen, ugye február 15-ig kellett tárgyalni, na de ha már egyszer tárgyaltuk, akkor el is fogadtuk. Igazából már egy hónappal korábban kikerült az anyag minden képviselőhöz, illetve intézményvezetőkhöz, hogy gondolkodjanak, és hogyha vannak nagyon jó elképzeléseik, akár a bevételi oldalt erősítendő, vagy a megtakarításokat szintén erősítendő, akkor ezt összegezzük, és február 15-ére már úgy üljünk le, hogy reális az, hogy elfogadjuk. Nem túl nagy mozgásterünk volt, és alaposan át is volt tárgyalva, úgyhogy elfogadtuk a költségvetést, ami, hát hogyha csak úgy nézzük a számokat, akkor nem kicsi, egy 3,4 milliárdos költségvetésről beszélünk, amiből a működés az körülbelül 910-920 millió forint, és az összes többi az pedig fejlesztés, vagy hogyha akarom, akkor pályázati forrás. Ez nagyon jó, erről fogunk még beszélni, de először arról, hogy a múlt év végén az energiaárak nagyon drasztikus emelkedése miatt Tiszalökön is kellett költségcsökkentő intézkedéseket bevezetni. Ugye az állam próbál segíteni az önkormányzatokon. Ebben az évben mi maradt meg ebből a költségcsökkentésből? Mi az, amit esetleg ideiglenesen még mindig zárva kell tartani? És hogy tervezik ezt az évet ilyen tekintetben? Tulajdonképpen, ugye, ahogy jött a hideg fél év, illetve belecsúsztunk a télbe, ami, ha a dátumokat nézzük, akkor valóban a téli fél évbe mentünk bele valamikor novemberben, de nagy szerencsénkre a hőmérséklet az, vagy nem nagy szerencsékre, nem tudom, ebből a megközelítésből igen, nem volt igazából téli időjárás, de azért erre felkészültünk, és meghoztuk azokat az intézkedéseket, mint szerintem mindenki más. Nem is fogom ezt most részletezni. Ez körülbelül március végéig fog tartani. Ahol lehet, megtartjuk ezeket a megszorításokat, ha csúnyán akarom mondani, vagy racionalizálásokat, ahol meg nem szükséges, ott nyilvánvaló, hogy visszaállunk az eredeti rendbe, és hogyha az időjárás is úgy akarja, akkor április 1-től ezek visszavonásra kerülnek különben. Igazából az árak nem lettek kisebbek. Úgyhogy számítunk a kormánynak a segítségére. Egy olyan 24,6 millió forintot biztosít a kormány erre az évre a pluszköltségeknek a fedezésére. Nyilvánvaló, hogy ez nem elég. Viszont mindenképpen egy olyan motiváció, hogy ha egy kicsit összeszedjük magunkat, akkor még a hiányzó forrás mi is megtaláljuk. Inkább a fűtés, ami problémás, vagy inkább az áramszámla, a közvilágítások? Polgármester, a közvilágítás mondta, hogy az a legnehezebb. Igazából az árammal kapcsolatban szerencsénk volt, van, mert voltak olyan szerződéseink, amelyek majd ez év december végén járnak le, és ezen túl pedig, ha a közvilágítást említettem, mi jó néhány évvel ezelőtt az összes közvilágító testünket kicseréltük ledesre, úgyhogy körülbelül 870-880 világító test nagyjából legfeljebb fele annyit fogyaszt, mint a korábbi régi időszakban, úgyhogy ami jobban fájt és fáj, az a gáz, az nagyon, az durva, ilyen 5,56-os szózóval jönnek a számlák. Erre azért nem lehet számolni, erre nem nehéz fölkészülni a költségvetésben is. Nyilván gondolom ezért van az, hogy ez ebben az évben is az energetikai korszerűsítés az az egyik legfontosabb szempont a fejlesztéseknél. Igen, az mindig fontos kell, hogy legyen. Tehát a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos. Senki nem gondolhatta és gondolhatja, hogy itt lehet pazarolni az elektromos áramot, vagy egyáltalán bármilyen energiát, és
amikor a lehetőségek adódtak, mi már akkor napelemeket telepítettünk, még valamikor, talán amikor az általános iskolát is még mi üzemeltettük, és nem az állam, már akkor ott napelemparkot, illetve nem csak ott, hanem a polgármesteri hivatalra is telepítettünk, és azóta már nagyon sok intézményünk termeli az áramot, és vagy feltölti, ha a hálózat vagy a rendszer engedi, vagy használjuk, ahogy megtermeltük. Úgyhogy ez továbbra is fontos, most az új pályázatokban is az egyik, ez egy energetikai megtakarításokat hozó pályázat, az egyik óvodánk fog megújulni ebben a tekintetben, illetve a családsegítő központunk. Ez az egy jelentős beruházás, láttam az óvoda 210 millió forint körüli összeg, a családsegítő pedig 110 millió, ez egy jelentős, nagy volumenű beruházások. Azért becsapós ez a pont ez a pályázat, ugyanis a családsegítő és ennek az óvodának az energetikai típusú felújítása az 101 néhány millió, és ugyanennek az óvodának a bővítése, az egy másik benyújtott pályázat, az pedig az a 216 millió. Ugye a tavalyi évnek egyik fontos állomása volt a bölcsődének az átadása. Igen. Úgy tűnik, hogy akkor jönnek a gyerekek Tiszalökön, mert akkor nyilván, ha a bölcsődét kell, utána előbb-utóbb majd az óvodát is bővíteni kell. Gondolom ezért fontos ez a beruházás. Hosszú távon azért elemeztük, ugye, a születések számából már tudunk következtetni, hogy mikor, melyik intézményünkben körülbelül mekkora férőhely szükséges. A jelenlegi, hogyha ez is megépül, ez nem a bővítés fogja célozni, hanem egy nagyon régi épületünk, ahol már csak egy csoport működik, annak a fenntartása nagyon költséges, állandóan meghibásodik a fűtés, beázik a tető, és tehát egy nagy épület egységet, ahol régen volt három csoport, ott egy csoporttal üzemelni, az nem gazdaságos, és hát a körülmények sem ideálisak, úgyhogy azt a csoportot költöztetnénk át az új épületbe, és még attól függetlenül még maradnak szabad. Van egy kis mozgástere a képviselőtestületnek, hogy a létszámokkal játszunk. A bölcsőde az szükséges volt, hál' Istennek, tehát azt azért nyújtottuk be, mert jóval nagyobb volt az igény, mint a kapacitásunk. Bármilyen furcsa, bár talán nem furcsa, hogy a bölcsőde összefügg a gazdasággal, meg a fejlődéssel, hiszen akkor van szükség bölcsődére, hogyha a szülőknek lenne munkájuk, ahova szeretnének menni, így is a gyereket ugye valahol el kell helyezni. Egy fontos ipari parki beruházás is zajlik Tiszalökön. Mennyire van érdeklődés a ipari park iránt? Igen, pont ma volt a műszaki átadása a területnek. Igaz, még teljes egészében nincs kész, hiszen a mélyépítés, tehát a közművek bevezetése, az utak, árkok, közvilágítás már ki van épülve, de még mostan közbeszerzés alatt, sőt már lassan eredményt hirdetünk, egy fogadóépület vagy egy portaépület, és annak a területe, ez egy néhány 10 millió forint még, érdeklődő van, sőt volt több is, sajnos itt is, mint mindenhol máshol és máskor, rengetegen olyanok érdeklődnek, akik mögött igazából nincs tőke. Van egy elnyert pályázat, amit megpróbál megoldani valamilyen módon, aztán nem is biztos, hogy be akarja fejezni. Szóval rengeteg ilyen történetet ismerünk. Van most komoly érdeklődő, egyezkedünk még, illetve néhány tisztázandó kérdés van gyakorlatilag a terület egészére. Érdeklődő. Az azért jó hír mindenképpen. Jó hír. Mekkora terület egyébként? Egy 16 hektárról beszélünk, amit most egybe el tudnánk adni. Néhány tisztázandó kérdés van, ami... Aha. Akkor lehet, hogy ez már okafogyott a kérdésem, de mégis fontos az, hogy milyen típusú ágazatok költöznek a városba? Tehát manapság elég sokfajta beruházásról lehet hallani, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik. Szóval az önkormányzat milyen helyzetben van ilyenkor? Tehát meg tudja azt határozni, hogy mondjuk ez jöhet, ez meg inkább ne jöjjön, vagy most annyira olyan a helyzet, hogy minden egyes komoly érdeklődőnek örül azért egy polgármester? Nyilvánvaló, hogy minden érdeklődőnek örülünk, de az is nyilvánvaló, hogy egy tiszamenti településen, ahol rengeteg érték van, főleg a víz, nagyon fontos érték, nem csak mint öntöző víz a Tisza, hanem mint ivóvízbázis, ugye a rétegvizek, az ember nem szívesen adna olyan beruházásnak helyet, ami nagyon veszélyes mondjuk a talaj vagy a rétegvizekre. Nyilvánvaló, hogyha most hozzánk vágnának egy akkumulátorgyárat, ugye, mert ez is volt a célzásban, biztos elgondolkodnánk rajta.
de nem ilyen típusra gondoltunk, és az érdeklődők is inkább kutatásfejlesztéstől kezdve a gépgyártáson át sok-sok fajta, és inkább kisebb üzemek, amelyek egyrészt munkahelyet teremtenek, másrészt talán adó bevételt is, úgyhogy majd ez akkor, amikor már pecsét, papír, aláírva, stb. Hogy elkibáljuk előre. Igen, igen, de én bízok ebben, hogy ez realizálódik majd. Egyébként a Tiszalökön élők inkább a városban keresnek munkalehetőséget, vagy van, aki máshol, és Tiszalökön csak él gyakorlatilag, tehát ott a család életét tölti, de a munkahelye az mondjuk máshol, más nagyvárosban. Hát először is az egy nagyon jó hír, hogy a járási adatok alapján a mi településünknek a foglalkoztatási mutatója a legjobbak. Nyilvánvaló, hogy ezen még van mit javítani, mert ott 7% közelében van a munkanélküliség, ami volt 18% is. Tehát ahhoz képest ilyen 12-13 évvel ezelőtt ilyen értékeket mértek. És ezekben a nehéz időkben nagyon sokan kénytelenek voltak buszra szállni, vonatra szállni, és elmenni Tiszaújvárosba, Nyíregyházára, akár Debrecenbe, és itt is rekedtek. Jó sok munkahely teremtődött különben Tiszalökön, főleg az építőiparban van egy-két komoly cég, aki tényleg több tíz családnak ad munkahelyet, illetve a butorgyártásnak nagy hagyományai vannak, és van két-három olyan erős cég, akik szintén fejlesztettek. Úgyhogy ha valaki nagyon akar munkát találni Tiszalökön, már most megtalálja. Most nem csak mi, mint önkormányzat, de ezek az előbb említett cégek is bajban vannak, hiszen már csak idézőben mondom, hogy csak olyan munkaerő áll rendelkezésre, akik még nem rendelkeznek azokkal az alapkompetenciákkal, ami azt feltételezné, hogy azt a munkát el tudják látni. Tehát van még feladat bőven. A tiszalöki börtön az mennyire van összefüggésben a várossal, tehát mennyire sokan dolgoznak ott, vagy mennyire csak egy sziget gyakorlatilag ott a Tiszalök mellett? Semmiképp sem sziget. Ez örömmel tölt el, hiszen van kapcsolatunk a BV intézettel, akár kulturális, akár ha nekik lehetőségük van, segítenek a közcélú foglalkoztatottakat kiegészítve a közterületeknek a rendbetételében, illetve mostanában nem annyira volt lehetőség ugye a covidos időszakban, de előtte akár még a városi kulturális rendezvényeken is megjelentek. Úgyhogy rendben vagyunk. A munkaerőt illetően elég nagy a fluktuáció. Ugye az előző év arról szólt, hogy a PPP is rendszer megszűnt. Ezáltal az állam vette át a börtönnek a működtetését, és ott már mindenki úgymond felszerelt, és állami alkalmazott, vagy BV alkalmazott. Nagy mozgások voltak, de ahogy tudom, sikerült az átállás, és számszerűleg nem tudom, de biztos, hogy több tiszalöki dolgozik, mint a börtön pályafutásának első néhány évében. Fontos gazdasági lehetőséget rejt még maga a folyó, a Tisza is, turisztika, top turisztika. Ebben mi várható ebben az évben? Milyen terveik vannak? Az egyik legfontosabb volt nekem mindig, és az előző ciklusban is nyertünk egy komolyabb pályázatot, és most is. Egy kb. 232 millió forintos fejlesztés fog hamarosan elkezdődni. Itt már eredményes közbeszerzésen vagyunk túl. Akár már a héten szerződést fogunk kötni a nyertes kivitelezővel, és a Holtágon, illetve a tiszai szabad strand területén lesznek fejlesztések. Remélem, hogy értékelni fogják a vendégek. Azt hozzá kell tenni, hogy a standot üzemeltető nagyon komolyan veszi ezt évek óta, és saját erőből is nagyon sokat fejleszt. Szerintem ez így korrekt, hogy mindegyikünk beleteszi, ami lehetősége van. Most jelenleg a vízfelületet is fogjuk takarítani. Maga a part körülbelül 70-80 méterrel fog bővülni, tehát ami strandolásra alkalmas. Gépjárműparkolók lesznek kialakítva, rengeteg napozóágy jön még, pallósor bővül, közvilágítás, tehát napelemek kerülnek még kihelyezésre, illetve játszótér, vagyis egy kis játszósziget lesz kialakítva, és a Holtágon pedig most a mi beruházásunkkal teljesen megújul az a fahíd, ami talán 8-9 évvel ezelőtt épült egy alapítványi pályázatból,
csak az idő megette, és élhetően az anyag sem volt tökéletes, úgyhogy most egy teljesen új fahéjt fog épülni. És ezek a beruházások, ezek a szezonra elkészülnek? Tehát igen. Ez már a nyáron, ha valaki megy, akkor ezeket tudja élvezni. Igen, azt nem szerettük volna, hogy egy évet csúszson a dolog, belefért volna, de amit most elnyertünk és megterveztük a költségvetését, ki tudja, hogy az egy év múlva mit fog érni. Illetve ha megtehetjük, akkor tegyük meg minél hamarabb, úgyhogy 45 napja lesz a kivitelezőnek arra, hogy ezeket befejezze. Sok olyan munka van, ami a környezetvédelemmel összefügg, és határidős nagyon. Tehát amíg március végéig hozzá lehet nyúlni mondjuk a vízhez, vagy április közepéig, utána meg már nem. Úgyhogy az idő az nagyon szorít, de reméljük, hogy rendben lesznek a dolgok. Aztán nem csak a gazdaság, meg a pénz kell ahhoz, hogy egy ember jól érezze magát egy városban, hanem ugye a környezet is, mondjuk a sportolási lehetőségek is, és azt olvastam, hogy a sportcentrum környéke is megújulhat majd. Itt mit terveznek? Igen. De először is az én nagy kedvencem a Facebook, és Facebookon a hangos kisebbség az mindig téves információkat jelentett meg, tehát csak úgy szeretném jelezni, hogy a sportcentrum alatt a Honvéd úti sportpálya és környezete értendő, ugye, mert itt már volt, aki butaságokat írt be, és összekeverte a fitness centrumunkkal, az egy adott felépítmény, egy volt iskolai épület. Tehát ez a sportkomplexumunk, ami már évtizedek óta sportpályaként üzemel, és ennek a megújítása, a környezetének a megújítása, öltöző, új öltöző építése, futókör, rekordtán futókör építése, napelemes kandelláberekkel, nézőtér megújul, kerítések, egy játszóvár alakul, kerül kialakításra, streetball pálya, és ha minden igaz, akkor még egy műjégpálya is épül, ami nem a klasszikus értelembe vett hűtött víz, tehát valódi jég, hanem szó szerint értendő műanyagból készül, és akár görkorcsolyával, de akár rendes korcsolyával is használható. Egy kis okos sziget is kerül kialakításra, és már van ott nekünk egy kis pályánk, egy szintén rekordtámból épített kis pályánk, ami több funkciós, illetve egy külső kondi park, úgyhogy nagyon jó kis szabadidőközpont lesz, a kicsiktől az idősekig mindenki használhatja. Polgármester, úgy látom, hogy akkor lesz mit tenni 2023-ban is, még elsorolni is sok időt vett igénybe, hát még majd megvalósítani. Hát ehhez sok erőt kívánok önnek is, meg hát az egész településnek. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot is, meg azt is, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Egy éve tart az orosz-ukrán háború, amely miatt több mint 1 millió ukrajnai menekült keresett tartós vagy ideiglenes menedéket Magyarországon. A vármegyében 5 határállomáson lehet átlépni az országba. Köztük van Barabás, ahol a katolikus Karitász tart fenn segítségpontot az önkormányzat támogatásával. Néhány napja helyszínen jártunk. Van olyan, hogy kismama ruha. Civilek is megálltak, hogy felajánlják feleslegessé vált ruhaneműiket a Kárpátaljáról érkező menekülteknek egy évvel ezelőtt Barabáson. Hasonlóan más településekhez, itt is a művelődési központot alakították át melegedővé tavaly tavasszal. Folyamatosan készültek a szendvicsek, meleg teából, gyümölcsből és konzervélelmiszerből sem volt hiány. Mindenki fél mi felénk, mert ha átlépjük, azt mondják, a hágót, akkor nekünk is. Mindenki menekül, az oroszok jönnek lefelé a hegyekből, a magyarok pedig jönnek átfele ide, ugye Magyarországra, akik ott élnek Kárpátalján. A Barabásra érkezők elhelyezésében a katolikus Karitász munkatársai segítkeztek. A határon átlépő menekülteket a szervezet kisbuszaival és Barabás önkormányzatának járműveivel szállították a melegedőbe. Nagyon sok ember csak átutazóba érkezik, tehát nem veszélyigénybe, csak bejön ide, esetleg egy teára is utána utazik tovább, viszont éjszakára megternek, tehát elég hideg éjszakáink vannak, megternek ezek a melegedők. Már több helyen csináltunk ilyen meleg helyeket, ahol ezeket az embereket, különböző a kisgyerekes, gyerekes családokat el tudjuk látni. Egy évvel a háború kitörése után teljesen üres a Barabási segítségpont. Az ágyak és a székek most is ott vannak, menekültek azonban nincsenek. Természetesen reggel 7 és este 7 között most is várják a bajba jutottakat. Jelen helyzetben visszaesett a menekülteknek a száma. Szerencsére mindenkinek tudunk segíteni, ha határól beszállítjuk őket ide a segélyközpontba.
itt élelmet kapnak, teát, egy rövid regisztráció után segítünk nekik a továbbutazásba Budapestre, vagy akár külföldre is. Jellemzően kik jönnek? Gondolom, még mindig hölgyek jönnek gyerekekkel, vagy kikre számítanak, kik azok, akik mostanság fölkeresik ezt a segítségpontot? Jelenleg csak hölgyek és csak gyermekek érkeznek, vagy pedig fiatalkorú férfiak. Hogyha valaki segíteni szeretne, akkor hogyan tud segíteni? Mi az, amivel segíthet? Először is a Caritas keresztül, ugye a támogató telefonszámon keresztül, ugye, ahol 500 forinttal járul hozzá a menekülteknek a támogatásához. Korábban ugye sokat küldtek tartós élelmiszert, mindenféle egészségügyi és egyéb dolgokat kell, ilyesmi, vagy erre nincs szükség, inkább az anyagi segítség, ami fontos? Természetesen mind a kettő nagyon fontos, ezt a Caritas központokban várják nagy szeretettel. A település polgármestere azt mondta, a határon át nagyon kevesen érkeznek, ellenben a zöld határon sok fiatal férfi szökik át Magyarországra, mert fél a sorozástól. Nagyon kevesen jönnek, tehát maga a segítségpontra nagyon kevés ember jön be, ugye menekültek jönnek, nagyon sok csonka, tehát olyan családban, ahol a nők, gyerekek még kint Ukrajnában vannak, illetve a férfiak azok itt a környéken vannak elszállásolva, hozzájuk jönnek folyamatosan a családtagok. De igazán menekültek most a zöld határt, inkább a zöld határon jönnek folyamatosan emberek, szinte minden nap van begyűjtés, tehát a zöld határól fiatal férfiak, akik nem szeretnének háborúba menni, ugye kint folyamatosan megy a toborzás, és azt látjuk, hogy többen átjönnek. És azt is hallani, hogy itt Barabáson és a környéken is ingatlant vásárolnak ezek a családok. Igen, így van, gyakorlatilag Barabásban nincs eladó ingatlan, ami ingatlan, ahol onnan ki, tehát idősödik a falu, ahonnan kihalnak, ahonnan meghalnak az idősek, eladóvá kerül, azonnal szinte pár napon belül elkelnek az ingatlanok. Ugye nagyon sokan költöznek át, látják azt, hogy nem lesz itt a háborúk nagyon hamar vége, és akkor ezek a családok próbálnak itt, tehát itt a határ közelében összejönni, hogy tudják a kapcsolatot tartani. Az önkormányzatnak milyen terhet jelent ez, milyen kiadással jár ennek a pontnak a fenntartása? Hát azért van kiadásunk bőven, ugye fenn kell tartani, fűteni kell, világítani kell az épületet, ez most a mostani energiaárak mellett azért ez egy komoly anyagi terhet ró ránk. A segítségpontot folyamatosan fenntartják, támogatást elsősorban anyagilag vár a katolikus Caritas, a segélyvonal felhívásával lehet adományokat eljuttatni számukra. Több mint 20 éve árasztotta el a Belegi térséget a nagy árvíz, azóta folyamatosan fejlesztik az árvízvédelmi rendszert a térségben. Most újabb, csak nem 4 milliárd forintból erősítik meg a töltéseket, a beruházásról konferencián számoltak be, ahol Helebrand Enikő is jelen volt. Hat évente az Európai Unió fele is egy nagyon részletes tanulmányt készítünk arról, hogy mekkora az árvíz kockázat az egyes településeknél. Tehát ezt tudjuk, rangsorolni tudjuk. Én azt gondolom, hogy képbe vagyunk, és a fejlesztéseinket ennek megfelelően súlypontozzuk, hogy hol, mikor, mennyit fejlesztünk. Számos vizsgálat, modellezés kimutatta a tetőző árvízszintek emelkedését. A klímaváltozás miatt növekszik a szélsőséges időjárási helyzetek kialakulásának valószínűsége, sőt a töltések közötti hullámtér lassan, de folyamatosan feltöltődik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság egy közel 4 milliárd forintos fejlesztést kezdett, amelynek célja az árvíz kockázat minimalizálása és az árvízi biztonság növelése, hiszen a Felső-Tisza vidéke árvízveszély szempontjából az ország legjobban érintett térsége. Ez egy olyan szegmens az országnak, ami nagyon kitett, és igazából nem csak mi tehetünk az árvizekről, hanem külföldről kapjuk, és nagyon rövid a felkészülési időnk. Ezt is mérlegeljük a kockázatnál, hogy mennyi időnk van az árvíz megérkezéséig, hiszen minél rövidebb, annál nehezebb dolgunk van. Tehát ennél kockázatosabb az árvíznek a kivédése, és ezért vagyunk ma itt, mert egy nagyon szisztematikus fejlesztést kezdtünk meg a Felső-Tiszán már több mint 10 éve. Ennek egy állomáshoz érkeztünk meg, ami a Kraszna mentén, illetve a Batár mentén biztonságosabbá teszi a védvonalakat. Beszéljünk akkor egy picit az elmúlt 10 évről, ugye akkor kezdődött ez a nagyszabású fejlesztés, mi az, ami az idő alatt történt? Hát ugye a vásárhelyi terv továbbfejlesztése címmel indult egyszer egy kormányprogram, valamikor 2000-2002-ben, és ennek a végrehajtását csinálják. Ez a kormányprogram három célt tűzött ki. Egyik a célja az, hogy a védvonalak biztonsága meglegyen, másik cél, hogy tudjuk tározni szükség szerint
a többletvizet, hogy ne okozzon túl magas károkat, és a harmadik cél pedig az volt, hogy folyamatosan tartsuk fel az árvíznek a helyet a mederben, tehát ne legyen az, hogy olyan szűkületek alakuljanak ki, vagy olyan ellenállás alakuljon ki a mederben, ami tovább növeli az árvíz szinteket. Ennek a célnak megfelelően történtek a beruházások, gondolok itt a Beregi tározóra, a Szamoskraszna tározóra, a nemrég átadott Tiszatúr tározókra, ez volt a tározóprogram, és most azon dolgozunk, hogy a töltéserősítések is meglegyenek ezzel párhuzamosan, biztonságosan, és hát a jövő zenéje lesz majd az, hogy a nagyvízi medreket is olyan állapotban, olyan fenntartási rendszereket alakítsunk ki, ami folyamatosan fenntarthatóvá válik, és nem emel tovább az árvíz szinteket. Mint a projekt megnyitón elhangzott, a kisebb folyóknál még vannak gyenge pontok, amelyeket koncentráltan kell helyreállítani. Nem azért gyenge a védvonal, mert valamikor gyengére építették, hanem sajnálatos módon azt kell mondanunk, hogy a Tisza árvízszintje is emelkedtek. És 2013-ban, 2014-ben felülvizsgáltuk teljes Magyarország vízrendszere az árvízszinteket, hogy mire számíthatunk, és az a hagyomány szerint az történik ilyenkor, hogy a 100 évente egyszer előforduló árvízre építjük ki a műveinket. Ez sajnálatos módon az elmúlt 50-60 évben megemelkedett, bizony van, ahol egy métert is emelkedett, és ezzel utol kell érnünk a védműveket. Ennek oka nem csak a klímaváltozásban rejlik, tehát az, hogy szélsőségesebbé váltak az árvizek, hanem sok esetben a nagyvízi medernek az állapota is romlik, összeszűkül, ez önmagában duzzasztja a folyót, tehát erre is, amit mondtam, a Vásárhelyi terv harmadik program elejére is koncentrálnunk kell a jövőben. Most a kisebb folyók árvízvédelmi rendszerével foglalkozunk. Két folyónak a töltéseinek az előírás szerinti kiépítése fog megtörténni, a Batár és a Kraszna, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a kis folyók is tudnak nagy árvizet produkálni, ha vízgyűjtő területen olyan események történnek, hirtelen hóolvadás vagy nagy csapadék. Például a Krasznán volt olyan időszak az elmúlt években, amikor több mint 30 napig terhelte az árvíz magas szinten az árvízvédelmi töltéseket. A Kraszna több mint 190 kilométer hosszából 46 kilométer Magyarországon folyik át. Szabályozása 1895 nyarától 3 éven keresztül tartott, ez idő alatt 66 kilométernyi meder épült. A töltésméret az akkori szabályoknak megfelelt, a földanyag minősége azonban nem. Az árvízvédelmi rendszert maximum 180 köbméter per szekundum torkolati vízhozamra méretezték, az 1919-es áradás azonban közel 300 köbméter vizet hozott másodpercenként. De voltak nagyobb árvizek a 2000-es években is. Bár a Batár szabályozási terve 1910-ben elkészült, a balparti töltés csak az 1933-as árvíz után épült ki. 1947-ben pedig már egy töltésszakadást is elszenvedett a rendszer, ami után jelentős magasítások történtek. A hasonló árvízi károk megelőzésére szolgál a közel 4 milliárd forintos beruházás a Krasznán és a Batárpataknál. Mind a két folyónál ezek a töltések az előírt méretre ki lesznek építve, ezáltal az árvízi biztonság jelentősen nő, könnyebb lesz az árvízvédekezők dolga, hiszen a töltés koronáján aszfaltburkolati út is épül, tehát a védelmi anyagok, eszközök szállításának a feltétele is adott lesz. Mindemellett a helyiek fogják tudni használni kerékpározásra, hiszen kerékpárútként is használható lesz a töltéskorona. Például itt a Szamoskraszna közé tározón rendszeresen terveznek kerékpártúrákat a helyiek, ezt fogja majd a Kraszna töltése kiegészíteni, abban bízunk, hogy a lakosság nagy örömmel fogja fogadni ezt a beruházást. A Kraszna menti településeket Kocsortól Vásárosnaményig valamennyi települést érint, és valamennyi településnek a hasznát fogja szolgálni. A fejlesztés már elkezdődött. Az árvízvédelmi töltésen folynak majd a munkálatok. A beszállítási útvonal is olyan, hogy lakott területeket nem érint, tehát abban bízunk, hogy a lakosság legkisebb zavarása mellett fog lezajlani ez az építkezés. Ez több mint 21 kilométer lesz a Kraszna mentén, tehát a Kocsordi hídtól egészen Vásárosnaményig fog terjedni, és valamennyi szakaszmunkában lesz véve. Valahol a Kraszna jobb partján halad a töltésfejlesztés, van ahol pedig a bal parton, hiszen a
torkolatnál, Vásárosnamény környékén a Tisza visszaduzzasztó hatásával is számolnunk kell. Évekkel előre nem lehet az árvizet előrejelezni, de az elmúlt időszak eseményei felhívták a figyelmet arra, hogy nem csak a nagy folyók védelmi rendszerével, hanem a kicsikkel is kell foglalkozni, hiszen most két kis folyóról, a Batáról és a Krasznáról beszélünk. Volt a Krasznán olyan árvíz évekkel ezelőtt, amikor román területeken alsó szoportól az ország határig több 10 kilométeren a árvíz szintje meghaladta a töltés koronaszintjét. Nagyon nagy védekezési munkára volt szükség, és nagyon fontos, hogy magyar területen ezek a fejlesztések megtörténjenek, különösen a Tisza torkolati szakaszára is gondolva. Kedvező idő és vízjárási viszonyok esetén idén novemberben befejeződik az építkezés. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz Román István főispán és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is megszólal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!